Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor. Dévai bíró Mátyás jelentőségét a magyar protestantizmusban nem lehet eléggé kiemelni. Ő volt Luther tanainak első magyarországi hirdetője, ő volt a magyar nyelvtan és helyesírás keretbe szerkesztője. Ő volt a mi magyar Lutherünk. Családi gyökerei valószínűleg Dél-Erdélybe, a gyönyörű fekvésű Maros völgyébe vezetnek, Déva városába. Az egyik probléma az, hogy Dévainak nincs szülőháza, nincs sírja, ahol meg lehetne emlékezni, de mi az, hogy nincs szülőháza, nincs sírja, azt se tudjuk, hogy hol született és hol halt meg. Tehát még a helységet sem tudjuk. Nem írt iskoladrámát, amit az evangélikus iskolákban elő lehetne adni, mint sztárainak a drámáit. A neve is problematikus. Sose tudják, hogy Y-nal vagy I-vel, de mi az, hogy Y-nal vagy I-vel, azt se tudjuk, hogy bíró volt, vagy nem volt bíró. Az első biztos életrajzi adatunk Dévai bíró Mátyásról, hogy 1523-ban a krakkói egyetem diákja volt. A lengyel egyetem különösen a Jagelló királyok uralkodása idején vált közkedvelté a magyarországi diákok körében. Dobzsó László és második Lajos alatt volt idő, hogy a diákság majd egyötöde magyar volt. Dévai bíró Mátyás 1523-ban beiratkozott abba a kollégiumba, ahol az ösztöndíjas magyar diákok laktak. Az ösztöndíjat a lengyel király adta. Ide így jegyezte be magát: Matthias de Deva. Nincs azonban nyoma annak, hogy beiratkozott volna az egyetemre. Hogy ennek mi lehetett az oka? Például magas volt a tandíj, és azt már nem tudta volna megfizetni? Vagy más oka volt rá? Nem tudjuk. További kutató munkát igényel. Krakóból hazatérve Dévai Mátyás szerzetes lett. Buzgó katolikus pap volt. 1527-ben káplán Tomori Istvánnál, a Boldogkői várban. Ebben az időszakban a protestantizmus szelleme már kiszabadult a palackból. Magyarországra is eljutott a hír, hogy 1520. június 16-án 10. Leó pápa kiátkozta Luthert, aki erre válaszul, írt egy Róma ellenes felhívást, majd a wittenbergi diákság ünneplése közepette elégette a pápai bullát. Magyarországon a rendek a pápa mellé álltak. Az 1523 évi 54. törvénycikk és az 1525. évi 4. törvénycikk 4. paragrafus értelmében minden luteránusok irtassanak ki az országból, s bárhol találtatnak, nem csak egyházi, de világi személyek által is szabadon megfogadhassanak, s égettessenek meg. A magyarországi eretnek égetésről szóló első hiteles beszámoló magától Luthertől származik. 1524-ben Nikolaus Hausmannhoz írt egy levelet. Ebben a levélben megemlíti, hogy Budán egy György nevű könyvvárust megégettek.
Szalkai László, esztergomi érsek természetesen kihirdette a pápai átkot Magyarországon, sőt, ezen kívül 1524. augusztusában Luther írásainak olvasását is megtiltotta. Később a magyar ifjúság részére királyi rendeletben, míg a Wittenbergi Egyetem látogatását is megtiltották. A Mohácsi csata után ezeknek a törvényeknek nem lehetett érvényt szerezni. Mégis Dévai akaratát, jellemét tükrözi döntése, 1529-ben beiratkozik a kárhoztatott Wittenbergi Egyetemre. ...1517-et követően, miután Luther közreadta a 95 tételt, Wittenbergben forrt a levegő. A következő évben hatalmas lendületet vett az egyetemi reform, és az évtized végén elkezdtek a diákok áramlani, özönleni Wittenbergbe. Dévai azonban nem tartozott ehhez az első hullámhoz, ő ekkor még Krakó felé kacsingatott. De jöttek mások százszámra. Ekkor a nyomás alatt lényegében összeomlott a régi oktatási rendszer. 1519-től fokozatosan megszűntek a hagyományos egyetemi órák. Ennek oka az érdeklődés hiánya volt egyrészt az oktatók részéről, másrészt pedig a hallgatókéről, akik a lábukkal szavaztak. A hagyományos, skolasztikus előadások helyett Luther és Melanchthon óráit hallgatták tömegével. Egy rendkívül színes szellemi élet jellemezte az egyetemi várost. Dévai Mátyás 1529. december 3-án iratkozott be a Wittenbergi Egyetemre, és a reformáció hőskorát jellemző szellemi pezsgés örvényként ragadta magával. Szoros kapcsolatba került Luther Mártonnal és Philipp Melanchthonnal, sőt, Luther vendégszeretetét élvezte, nála lakott. Egyik levelében Melanchthon, melyet Ménius Jánoshoz írt, így jellemzi a kozmopolita egyetemi hangulatot. Vacsorámnál ma 11 nyelv volt képviselve. Latin, görög, héber, német, magyar. Ezek közül a magyar nyelv nyilvánvalóan Dévai Mátyásra utal. Wittenbergi egyetemi éve Dévait végérvényesen elindította a reformáció útján. 1531 tavaszán tért haza, ahol Budán, Szapolyai János udvarában szolgált, megbecsült lelkészként. A király több útjára is elkísérte. Az hit nélkül senki nem üdvözülhet, mint az virág nap nélkül nem zöldölhet. Védkeiből ki senki nem fesel. Dévai Budán írta meg 52 tételét. Ez az 52 tétel ugyanolyan jelentőséggel bír a magyar protestantizmus terjedésében, mint Luther Márton 95 tételének a kitűzése a wittenbergi vártemplom kapujára. Erről az időről maradt fent egy történet Luther asztali beszélgetései közül, amelyben megemlíti Dévai bíró Mátyást, aki kész volt életét is feláldozni az evangélium terjedéséért. Ezt olvashatjuk az asztali beszélgetésekben. Dr. Luther Márton mondá, volt Wittenbergben egy asztaltársa, Dévai bíró Mátyás nevű, egy magyar, aki Luther házában lakott Wittenbergben. Ennek volt pedig Budán disputációja, azaz hitvitája egy pápista pappal. Mivel nem sikerült egymást meggyőzni az igazságról, György barát, Fráter György, akit Martinuccinak is ismerünk, Isten ítéletnek akarja alávetni őket. Két puskaporos hordót hozatott, hogy ráüljenek, s amelyik felrobbantások után életben marad, annak van igaza. Dévai kész volt életét kockáztatni az igazságért. Ám a másik megfutamodott, s ezért a barát megbüntette. Dévainak pedig megengedte az evangélium szabad hirdetését. A történet feljegyzése után leírója megjegyzi, ezt mondá dr. Martin Luther Eisleben-ben 1546-ban
kevéssel halála előtt. 1531-ben Dévai Mátyást Kassa város tanácsa hívta meg lelkészül. Itt bevezette az úrvacsora két szín alatti vételét és a nemzeti nyelvű istentiszteletet. Ez a város azonban Ferdinánd király uralma alatt állt, ezért Szalaházi Tamás egri püspök utasítására november 6-án elfogták és Bécsbe hurcolták. Itt több ízben állt a protestantizmus egyik legnagyobb üldözője, Johann Fáber bécsi püspök előtt. Fáber püspök az első kihallgatás alkalmával egy világos vádpontot fogalmazott meg, a pápai és császári kárhoztatás ellenére folytatott wittenbergi tanulmányokat. Dévai wittenbergi tanulmányait nem tagadhatta le. Magában hordozta mindazt a szellemiséget, amit Luthertől, a wittenbergi egyetem szellemiségétől kapott. Hazament, hirdette az evangéliumot. Emiatt háromszor próbálták visszatéríteni arra a római katolikus hitre, amire ő felesküdött ferences rendi papként. Ő mégis kitartott hite mellett. Sőt, méltánytalannak tartotta, hogy Bécsben akarnak egy magyar papi ember fölött ítéletet hozni. Másfél évig raboskodott, végül elengedték. Bécsből történő szabadulása után első vágya az, hogy Budára mehessen. Miért is? Hogy hirdesse az evangéliumot. De a történelem változott, most éppen a szapolyaiak vetették börtönbe. Ebből az időből származik a következő történet. Dévai Mátyás tömlöctársa volt egy kovács, aki patkolás közben megsértette a király lovának lábát. Ezért az uralkodó bebörtönöztette azzal, hogy ha lova elpusztul, a kovács életét is vegyék el. Dévai a tömlöcben is prédikált és terjesztette tanait, amelyek olyan nagy hatással voltak a kovácsra, hogy amikor a király lova felépült és őt szabadon bocsátották volna, inkább nem kért a kegyelemből. Kijelentette, hogy az eretnekséggel vádolt Dévaival egy hiten vannak, és ha őt megégetik, vele is végezzenek. A történet szerint ezt halván Dévait és a kovácsot is elengedték a tömlöcből. Dévai Mátyás miközben írta a hittel kapcsolatos dolgait, a legegyszerűbb dologra, ami kiinduló pontja tulajdonképpen annak, hogy Bibliát olvassunk, az, hogy megtanuljunk írni és olvasni. És ebben tényleg úttörő munkát végzett, amikor megírta ezt az ortográfiáját, és elindította tulajdonképpen ezt a folyamatot. Az ő helyesírását egyébként kimutathatóan egyes elemeit Hertai Gáspár is, vagy Bornemissza Péter is felhasználta, mert ők is írtak ilyen ABC-s katekizmusokat. A legérdekesebb a dévai rendszerében az úgynevezett diftongusok. Ezt ő így hívta. Dévai helyesírásában ugyanis azt mondta, hogy a helyesírásnak tükröztetnie kell azt, hogy melyik vidéken élő ember olvassa azt a szöveget. Tehát ő például azt mondta, hogyha az E fölött, itt van, az E fölött egy kis vonítás van, így mondta, akkor azt lehet ének is, meg ínek is ejteni. Tehát mondjuk azt, hogy szép lépes méz, az úgy is ejthető, hogyha valaki ízőnyelvjárásban él, hogy szép lépes méz. Mint tudjuk, Szilveszter János ebben az íző nyelvjárásban írta az egész, fordította az egész új szövetségét. Tehát Dévai megadta azt a lehetőséget, hogy mindenki a saját nyelvjárása szerint értelmezze az adott betűt. És ezt ő diftongussal képzelte el. Vagy mondjuk itt van, látjuk, az U felett van egy kis O betű.
itt van, ez itt ez az utolsó, U felett van egy kis O betű. Erre ez azt jelenti, hogy mondjuk a ló szót úgy írta le, hogy itt van, hogy mi, mint lu. Látjuk? Van egy U, és fölött egy kis O. Aki mondjuk egy alföldi nyelvjárásban van, az olvashatja lúnak, van, aki úgy olvassa, hogy lau, úgy ejti, bocsánat, nem olvassa, hanem úgy ejti, és van, aki egyszerűen lónak ejti. Mert ugye Magyarországon is többféle nyelvjárás volt, és ő egyiket se akarta piedesztárra emelni. Tehát nem akarta, hogy megadta azt a szabadságot, hogy mindenki úgy használja, hogy a saját nyelvjárásával kényelmes. Na most ez egy nagyon nagy találmánya volt neki, hogy ő úgy akart egységesíteni, hogy közben meghagyta a nyelv szabadságát. És itt jön ez a vers, ez az utolsó bekezdés. Az Atyaisten ada az ő szent fiát üdvösségül és váltságul nekünk, hogy valamennyien ő benne hiszünk, Isten fiai legyünk, azért, ha csak az fiúhoz szólam, folyamsz, Istenhez juthatsz. Benne van a protestantizmus lényege, és hitvallás, hogy egyedül Krisztus az üdvözítő, és ezt egy olyan szövegbe foglalta össze, amiben mindaz a betű, ami nincs meg a deák nyelvbe, az ebbe a kis bekezdésbe ott található. Dévai bíró Mátyás következetesen építette fel a protestáns teológia alapjait Magyarországon. Először is lefektette a reformáció alapvető tanait a budai 52 pontban, majd kidolgozta a magyar nyelv nyelvtanát és helyesírását, illetve tankönyvét, hogy protestáns tanítás mindenki számára elérhető legyen. Végül kidolgozta a hit tételeket oktató első magyar nyelvű kátét, és a lelkész oktatás alapjait, az úgynevezett váradi tételeket. Dévai bíró Mátyás élete a munka, a kegyelem és az üldöztetés háromszögében telt. Kiszabadulása után 1535-től Nádasdy Tamás védelme alatt élt Sárváron, majd Wittenbergben meglátogatta Luthert és más tanárait, barátait, Bázelben könyvet ad ki, majd Melanchthon ajánló levelével tér vissza Nádasdyhoz. A főúr azonban Szapolyai pártjáról átállt Ferdinánd oldalára. Sárvárt valószínűleg feldúlták, Dévai a török és a katolikusok elől is menekül. 1539-ben Perényi Péternél kapott lelkészi megbízást, akivel azonban összekülönbözött az úrvacsoratan értelmezésén. Így hát távozni kényszerült. Szegedi Gábor adott neki menedéket, és rábízta a szikszói iskola vezetését, ám ezzel magára vonta Frangepán Ferenc egri püspök üldözését, aki a királytól rendeletet eszközölt ki Dévai ellen. A börtönévek és a sok nélkülözés megtörték az erejét, és az 1540-es évek közepén elhunyt. Legtöbb munkája megsemmisült. Nem maradt fent, és óriási intellektuális erőfeszítéssel lehet csak ránk maradt beszámolók, töredék morzsák alapján megrajzolni egy-egy írásának fő üzenetét. Magyar nyelven Mátyás Fala, az prédikátor, így nevezték, tehát mindenképp az elsőség és a kezdeményezés már a saját korában a hozzá fűződő hagyományokhoz kapcsolódott. Ez a szentek aluvása, amiről sok egyháztörténész írt, ez az ő első munkája volt. 1531 tavaszán állította össze ezt a könyvecskét. Az az érdekes, hogy sokat nem tudunk róla. Az én munkám is tulajdonképpen az volt, amikor ezzel foglalkoztam, hogy Dévai Mátyás későbbi alkotásaiból próbáljak visszakövetkeztetni erre a nevezetes alkotásra.
az megállapítható, hogy a Wittenbergi reformáció kezdeti mozzanataihoz, tehát a búcsú teológiához, a szent kultusz elleni küzdelemhez kapcsolódhatott ez a könyv. Nagyjából három téma emelkedhetett ki ebben a kis könyvben. Az egyik a lelkek halál utáni állapotáról való gondolatai tartalmazhatta. Ehhez kapcsolódóan a mennyről és a pokolról való nézetei kelthettek figyelmet, valamint hát a szentek kultuszáról, esetleg magyarországi kultuszáról is mondhatott valamit, ahogy később mondott is. Luther 1546-ban is igaz keresztjének jellemezte Dévait, és kedves követői között tartotta számon. Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor. Dévai bíró Mátyásban tehát egyszerre tisztelhetjük az első magyar reformátort és az első magyar nyelvújítót. De ezen kívül a hazai lelkészképzés megalapítóját, aki egyszerre volt hittudós, tanító és gyakorló lelkész. Dévai Mátyás életműve kiterjedt az egész Kárpát-medencére, hiszen lelkészként tevékenykedett Budán, Kassán, Nagyváradon, Debrecenben, a Dunántúlon és valószínűleg Erdélyben is. A szászföldi evangélikusok közül Krisztián Séceusz meggyes lelkésze 1571-ben kelt költeményében Dévait a magyar Luther jelzővel illeti, és mint írja, nem csak ő, hanem az egész nép tisztelte meg ezzel a kiváló jelzővel. Ezzel az állítással nem csak Dévai hívei, de Luther ellenségei is egyetérthettek. A hithű katolikus Telegdi Miklós például, amikor évtizedekkel később beiratkozott a krakkói egyetemre, egy latin nyelvű kiegészítést firkált az egyetem anyakönyvébe Dévai nevénél. Ez a Mátyás hozta be a luteránus pestist Magyarországra, a bűn embere és a kárhozat fia. Tény, hogy Dévai rettenetesen fontos. Tehát amit a kortársak mondtak róla, hogy magyar nyelven ő volt a prédikátor, és ő volt a magyar Luther, ez a mai tudomásunk szerint áll. Tehát Dévai alakja megkerülhetetlen a magyarországi reformáció történetében, csak ezt nagyon nehéz népszerűen bemutatni. Dévairól a maga korában egy egyházi ének is született. A szöveg elveszett, de olyan közismert volt, hogy három luteránus énekkönyvíró és szerkesztő, Huszeál Gál 1574-ben, Bornemisza Péter 1582-ben, és a bártfai szerkesztő 1593-ban elegendőnek vélték a csupán dallamára való hivatkozást. Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor. Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor.